Történelmi pillanatra került sor Szovátán kedden, az Unitárius Egyházközség önállósodása óta ugyanis most először érkezett Szovátára a főhatósági vizsgálószék, azzal a céllal, hogy felmérjék azt hitéleti, erkölcsi, gazdasági és adminisztrációs szempontból. A püspöki vizitációt megelőzően minden esetben sor kerül erre a teljes körű ellenőrzésre, Szovátán egy 9 fős bizottság vette górcső alá a megvalósításokat. A Magyar Unitárius Egyház részéről jöttünk főhatósági vizsgálószékre, én főgondnokként vagyok a társelnöke a főhatósági vizsgálószéknek, és hát egyrészt én is el kell mondjam, hogy első alkalommal vagyok egy ilyen helyzetben. A főhatósági vizsgálószék az egyháznak egy olyan ellenőrző szerve, ami gyakorlatilag azért száll ki az adott egyházközségbe, hogy mindent átnézzen, ami az ügyvitelt, a vagyongazdálkodást illeti, megnézi az ingatlanokat, amivel az egyházközség rendelkezik, áttekinti a lelki életet, a szertartási naplókat megnézi, gyakorlatilag átvizsgálja az egyházközség életét, és egyúttal elbeszélget a lelkisszel, illetve a gondokkal és a kerbitanás jelenlevő tagjaival, és most ez esetben elő is készítjük a püspöki vizitációt, amire a közeljövőben kerül sor Szovátán, úgyhogy ez egy ilyen megelőző kiszállás, és nyilván jegyzőkönyvek készülnek, és értékelés lesz. A főhatósági vizsgálószék tagjai már előzetesen megkapták a beszámolókat, jegyzőkönyveket, a könyvelési adatokat, majd a helyszínen ellenőrizték, hogy ezek megfelelnek-e a valóságnak. Emellett ezen találkozó alkalmával lehetőségük adódott megbeszélni a leírtakat az egyházközség vezetőivel is. Benedek Csongor lelkész munkáját több vezetőségi tag is megdicsérte, a rendszerezettséget emelve ki. A közigazgatási területet néztem át, az anyakönyveket, a családlátogatási naplókat, a különböző iktatókat, illetve ilyen jellegű adminisztrációs anyagokat. A lelkész pontosan is nagyon szépen vezeti ezeket a dokumentumokat. Dicséretre méltó a családlátogatási tevékenysége, nagy százalékban meglátogatja a híveket, és erről pontos és rendszeres jegyzet van vezetve. Én, mint az egyháznak a közügyigazgatója, a vallás-erkölcsi élet részt vizsgáltam a püspöki vizitáció számára, illetve a gazdasági kérdéseknek egy részét, és az egyházközségi vezetéssel kapcsolatos dolgokat, mint például kebli tanács, közgyűlés, stb. Működése. Csupa jó dologról tudok beszámolni, örvendetes, hogy a lélek számában aránylag kicsi gyülekezet ennyi sok szép dolgot tud felmutatni. Azt látjuk, hogy a lelkész, a lelkészi család teljes szívvel, lélekkel végzi a dolgát. Ugyanígy az egyházközség vezetői is, hál' Istennek jó a viszony közöttük, jó az együttműködés, jó szakmai, baráti kapcsolatban tudják vezetni az egyházközséget. Az egyházközség hívei is úgy látjuk, hogy odaállnak a dolgok mellé, a templom látogatás is eléggé jónak mondható, de a gyülekezeti élet különböző programjaiban, tevékenységeiben is mind hát elég sokan részt vesznek, tehát összességében úgy látom, hogy jó úton halad a gyülekezet. A bizottság tagjai délelőtt 10 órára érkeztek, majd jó néhány óra elteltével egy értékelő keretében osztották meg az eredményt a vezetőségi tagokkal. Az esetleges meghagyások teljesítésére is van idő, azok teljesítések kötelező feladat. Az ellenőrzések sora a múlt héten már elkezdődött az egyházközségben, azonban a sor még nem zárult le, ugyanis a szovátai unitáriusok a püspöki vizitációra készülnek, amelyre vasárnap kerül sor.